Az elkövetkező hónapokban mindkét ház előtt rendkívül komoly feladatok állnak, mondta Pásztor István. Megoldásra vár Vajdaság statútumának az alkotmánnyal történő egybehangolása, a tartomány pénzeléséről, valamint hatásköréről szóló törvények kidolgozása és elfogadása. Mislim da je to veliki zalogaj, veliki zadatak koji možemo riješiti samo saradnjom, samo permanentnim dogovaranjem i traženjem rešenja. Nalazimo se u situaciji po tom pitanju da naprosto nema alternative za uspešno obavljeni posao. U sljedećih 6 mjeseci ovaj posao moramo okončati uspešno, jer će inače doći do urušavanja značajnog dela pravnog poretka Republike Srbije. I mislim da je to nešto što je mnogo veća opasnost nego bilo šta drugo, što se u dnevno-političkim momentima, eventualno u nekom momentu, može oceniti i proceniti. A két házelnök találkozóján szó esett a képviselőházak feladatairól az EU-s csatlakozási folyamatban. Taj proces pregovora mora da uvaži i sve posebnosti i različitosti, naravno nacionalne interese za koje pregovarački tim mora da se izbori, dakle mi moramo da postignemo što bolji okvir kada budemo pregovarali o pristupanju Evropskoj uniji. Naš cilj je da, kako smo to naveli u rezoluciji i kako to Republika Srbija već duže vreme čini, naš cilj je da što pre, što efikasnije idemo ka Evropskoj uniji, da već 2020. godine budemo njen punopravni član. Nem elegendő ezeket az elképzeléseket papírra vetni, hanem a lényeges társadalmi változásokat és az ezekkel kapcsolatos reformokat végre is kell hajtani, véli mindkét parlamenti elnök. Fontos az is, hogy a meglévő ellentétekről közösen tárgyilagos megoldást találjanak.